Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antiókiába küldik. Mégpedig Júdást, más néven Barszabást, meg Szilást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írást küldték velük. Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiókiában, Szíriában és Kilikiában élő pogányok közül megtért testvéreknek. Hallottuk, hogy közülünk néhányan, megbízásunk nélkül tanítva, megzavartak titeket és földulták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva jónak láttuk, hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk néhány férfit, a számunkra igen kedves Barnabással és Pállal, akik egészen a mi urunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik személyesen, élő szóval is tudtotokra adják a következőket. A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és folytott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket! A küldötteket útra bocsájtották, és ezek lementek Antiókiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget, és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat. Pál és Barnabás a mai szentleckében Antiókiába kísérik Júdást és Szilást. Tették mindezt azért, hogy az apostoli kollégium tekintélyével felruházva közöljék az első zsinat tanítását. És négyüknek, a két kísérőnek és a két elküldöttnek ez az egysége, a Jeruzsálemben megszületett testvériség hírvívője és hordozója. És minden ilyen személyes és közösségi kapcsolat, ha azt a közösség szolgálatába állítják, megvalósítja a Krisztus által létrehozott egységet, amely egyúttal békét hoz az egyház tagjaira is. A Szentlélek ma is beírja törvényét az emberi történelembe, amelynek kibontását éppen ezekre a hitben született, a szeretet és az egyházi tekintély által hitelesített kapcsolatokra bízza. Életünkben mi is olyan emberi kapcsolatok tagjai legyünk, amelyek Istent hirdetik az embereknek. Ez legyen keresztény életünk fő célja, amelynek a megvalósítására törekszünk. Amen.